Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Lázár testvérei megüzenték Jézusnak: Uram, nézd, beteg, akit szeretsz. Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére szolgál, hogy az Isten fia megdicsőüljön. Jézus szerette őket, Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, azután így szólt a tanítványokhoz: Menjünk el ismét Júdeába. Amikor Jézus megérkezett, Lázár már 4 napja a sírban feküdt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, elé sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de tudom, hogy most is bármit kérsz Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte neki: Testvéred fel fog támadni. Erre Márta így szólt: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus folytatta: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki él és hisz bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Márta ezt válaszolta neki: Igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. Jézus a lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte: Hová temettétek? Azok így szóltak: Jöjj, Uram, és lásd! Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték: Nézzétek, mennyire szerette őt! Némelyek azonban így szóltak: Ő, aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghalljon. Jézus pedig, még mindig mélyen megrendülve, a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt: Vegyétek el a követ! Márta, az elhunyt testvére megjegyezte: Uram, már szaga van, hiszen 4. napos. Jézus ezt felelte neki: Mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét, és így szólt: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék, te küldtél engem. E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: Lázár, jöjj ki! A halott azonnal kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta: Oldjátok föl, hogy járni tudjon. A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, húsvét vasárnapja előtt ez az utolsó alkalom, amikor a pap beszédet intézhet. Homíliának ezután már semmi keresnivalója a Szent Misében. Jövő vasárnapon már Jézus szenvedésének a hete kezdődik a passió történettel, ami előlegezi és összefoglalja az utána következőket. Ehhez nincs mit hozzátenni. Ezen a napon szinte azt mondhatnánk, bűn beszélni. A maga leplezetlenségében áll előttünk az értünk, miattunk megfeszített Krisztus, és természetesen a feltámadása is. Ehhez fölösleges bármit okoskodni. Aztán a nagy hét az szintén egy zsúfolásig teli ünnep. Hétfőn, kedden és szerdán, talán csütörtökön délelőtt is Jézus tanít a templomban. Olyanokat mond, amiket talán még soha. Egészen nyíltan beszél,
szinte azt mondhatnánk, provokálja a farizeusokat, a szadduceusokat, mintha ki akarná kényszeríteni azt, ami majd be is következik. Aztán jön a nagy csütörtök, és persze ahhoz, hogy a kereszténységünket, a hitünk igazi mélységeit elkezdjük felfogni, ahhoz végig részt kéne vennünk a szertartásokon. A nagy csütörtök estéje egy egészen tömör, szinte a megfejthetetlenségig mély nap. De mi történik itt? Az első és utolsó szentmisét mutatja be Jézus. 2000 éve egyetlen egy szentmisének vagyunk a részesei. És ha ezt képesek lennénk megérteni, akkor beleszédülnénk abba az idő felettiségbe, szentmisében szinte azt mondhatnánk, az örökké valóság tátong. Egy mise van. De Jézus irgalomból, szeretetből, talán ez a kettő nála ugyanaz, kár is lenne megkülönböztetni, megadta nekünk, hogy bármilyen korban élünk, belekapcsolódhassunk ebbe az egy eseménybe. Itt nincs múltidő. Kezébe veszi a kenyeret, és ezt mondja most. A szentmisében szinte mindvégig jelen időt használ a liturgia. Most is hallottuk, Márta azt mondja, hogy aki a világba jön, te vagy a Messiás, az élő Isten fia. Most jön a világba, nem eljött. Jézus mindig jön. És döbbenetes, hogy ezen az estén mi történik. Egy vacsorának, egy szeretett lakomának a kereteit használja föl arra, hogy hátrahagyja számunkra önmagát. Aki szereti az édesanyját és az édesapját, az pontosan tudja, hogy a főzés és a föltálalása az ételnek az valamiféle szertartás. Nem csak úgy odavágjuk a moslékot a család elé. Az édesanyák, akik megérdemlik ezt a kitüntető címet, mert az a nő, aki szült, az nem édesanya, vagy nem feltétlenül. Az édesanyák szeretettel főznek. Nem lehet ezt elégszer végig gondolni. És most az Isten szeretetben nekünk készített lakomája, a keret, a látható felület, ami mögött a végtelenség ásít. Ezért nem lehet befogadni, teljesen felfogni, ami itt történik. De az igazán lényeges, az nem is az, amit látunk és hallunk. Mert ha lenne elég időnk, és végig minden elemében megvizsgálnánk a nagy csütörtök estét és éjszakáját, akkor világossá válna előttünk, hogy minden egyes mozzanat a másnapról beszél. Azt mondja Jézus, ez az én testem, mely értetek adatik. Már a szenvedő szerkezet érdekes, de mikor? Nem most. Értetek, kiontom a véremet. Nem ma, majd csak holnap. Akkor mi történik? A másnap eseményeit belecsomagolva elénk hozza csütörtök este. Újra meg újra a megrendültségig meg kéne döbbennünk, főleg nekünk papoknak, hogy az Isten merő irgalmasságból egy ekkora kenyér fecnivé ment össze. Azt mondja Avilai Szent Teréz, és nem lehet eleget tanulmányozni a szenteket, hogy ha a keresztények valóban úgy látnák az oltári szentségben jelenlévő Istent, ahogyan az valóságosan ott van, senki nem merne áldozni. Visszariadnánk a belőle áradó mérhetetlen szentség, dicsőség és fölség láttán. Ekkor döbbennénk rá, hogy mennyire kevesek vagyunk ahhoz, hogy oda merjünk állni. És ebből látszik, hogy mennyire finom és gyengéd az Isten. Elbújik a kenyér mögé, és a legegyszerűbb esemény,
az étel fogyasztását, ami, ha normálisak a készítők, egészséges a lelkük, és a befogadóké is, mindig a szeretetnek a vivő anyaga. Mi most annak a szeretetnek a gyümölcsét vesszük magunkhoz, amit az Isten a teremtés előtt már nekünk készített. Ezért teremti a világot, hogy egyszer majd önmagát adhassa. Minden éplelkű ember karácsonykor, születésnap, névnap vagy bármilyen más alkalommal ajándékot ad. Hát ez kísérlet arra, amit Isten megtesz, hogy önmagamat adjam a másiknak. Persze a mi esetünkben ez lehetetlen. De valami keveset fölvillantok a kettőnk közötti szeretetből. És erre emlékeztetem a másikat, hogy az ajándékkal azt mondom, szeretlek. És ha képes lennék rá, magamat adnám neked, de nem tudom. Ez a töredékesség marad, ezért ismételni kell. Isten egyszer adta oda önmagát. És ez az adta, ez jelen idő. Most adja nekem. Ez a nagy csütörtök. És hogyan? Megtöri a kenyeret, hogy mindenkinek jusson belőle. Pazarló bőkezűség. Kezébe veszi a kelyhet, és félelmetes, nem tudom, ki gondolta végig, nekem állandóan föl kell idéznem, hogy a pap ezekben a pillanatokban magát a Teremtő Istent tartja a kezében. Ez félelmetes. Bele kéne borzongani. És azt mondja, rábeszél a kehelyben lévő borra. Ez az én vérem. Értetek és sokakért, amit kiontanak. Mi ez? Azt mondja, nincs nagyobb szeretete annál, mint aki az életét adja a barátaiért. Ja, ti barátaim vagytok. Tényleg? Akkor miért viselkedünk olykor úgy, mintha az ellenségei lennénk? Ennek a szeretetnek kéne rádöbbentenie bennünket arra, hogy valójában micsoda iszonyat a bűn. Ha valóban fölfognánk a bűn súlyát, nem lennénk képesek vétkezni. Mi halnánk bele elsőnek a gondolatába, hogy megkísértett bennünket valami, kívülről vagy belülről, hogy valami mást tegyek, mint amit az Isten szeretete sugal nekem. Amit a bennem működő Szentlélek tanít, vagy amire indít. Hogy lehet ettől eltérni? És lehet. De szerencsére hátrahagyta a gyógyszert. Aki megbetegedett, vagy mint ma Lázár meghalt, ott van a bűnbocsánat szentsége. Új életre, örök életre támad. Rossz a kifejezés, mint hogy feltámadt. Lázár a halálból jött vissza, Jézus nem így jön vissza. Nem defibrillátorral megcsapatták, és a klinikai halál élet körülményei közül visszat. Nem. Az egy másik élet. Testében megdicsőülve már az isteni örökké valóságban van emberként is. Hogy megmutassa a halál mögött valami hihetetlenül sok, nagyon nagy vár bennünket. És valójában nekünk nem kell megvárnunk a halált ezzel. Itt és most adja ezt nekünk. Csak a maga egészében ez nem bontakozhat ki a mindennapi életünkben, mert mi kevesek vagyunk. Ügyetlenek, ostobák, gyengék, kinek-kinek és a helyzettől függően melyik alkalmazható. Nagy csütörtökön ez a szentmise kezdődik. És most ez a szentmise ugyanaz, nincs különbség. Ott állok az asztal körül, és a saját szemeimmel látom, ahogy Jézus beszél és cselekszik. És ugyanígy ott kell állnom a kereszt tövében is. Aztán jön az a borzalmas éjszaka, abban a Getsemáni kertben. Akik azt mondják, hogy ők már szenvedtek, visszasírják azt a pillanatot, mert fogalmunk sincs, akármilyen kint éltünk át, Jézusnak a szenvedéséről. Szentek hiába próbáltak elmélkedni erről a pillanatról, nem lehet megragadni.
mindent fölülmúl. Jön, bemegy a kertbe, maga mögött hagyja a tanítványokat, én magam legalábbis úgy képzelem, azonnal elvágódott a földön. A bűneink iszonyatos súlya a földre taszította őt. Nem maradhatott állva. Ezt nem lehet kibírni. És micsoda megrázkódtatás, hogy mit látott, mit tapasztalt, jobb is, hogy nem tudjuk, hogy vér serken ki a bőréből. Azt mondja, mint meg annyi vércsepp hullott. Iszonyú. Ezt nem lehet szavakkal kifejezni. És jön a másnap. Pont az a nép fogja a halálát követelni, és kivitelezi szinte a kivégzését, akikhez tartozik. Ez pontosan ugyanolyan, csak talán még fájdalmasabb, ki tudja, mintha mi rajongásig szeretjük a szüleinket, a gyermekeinket, és ez kölcsönös. És hazamegyünk, és lemészároljuk brutális kegyetlenséggel azokat, akikhez a szeretet köt. A saját családja ölte meg. Követelték a kivégzését, és nem akármilyen halál ez, fölakasztás, agyonlövés. A kereszthalálnál rettenetesebb kivégzési módot soha ember nem talált még ki. Fölfoghatatlan. Akár 10 napig el lehet nyújtani. Most különleges körülmény, hogy őt 3 óra alatt meghalt. Cseppenként folyik el az élete, és mindvégig öntudatánál van. És aztán belekezd abba látszólag szörnyű zsoltárba, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ez nem arról szól, hogy ő lelkileg sötét állapotban van. A zsoltárnak a végét már nem tudta elimádkozni. A keresztre feszítettek, megfulladnak. Nincs levegő. Csoda, hogy ezt a mondatot ki tudta mondani. De ugyanakkor az előző éjszaka és most is. Csak képzeljük el, hogy mindennyiunk bűnének a terhe úgy folytogatja, mint amikor valaki epét hány. Borzalmas. Ez a keserűség szinte marja a torkát. Fuldoklik. Nem csak fizikailag, a teste szerint kapkod levegő után, hanem lelkileg is. Ezt nem lehet kifejezni. A Ben Hur című filmben van egy szenzációs mondat, érdemes ezért már megnézni, mikor viszi a keresztet, és azt mondja Miriam, mintha az egész világ fájdalmát vitte volna abban a keresztben. Ez így van. Értem miattam, és bizonyos értelemben helyettem halt meg. És pénteken éppen ezért nem kell szentimentálisan érzelgősködni. Megállni, és úgy, mint Mária, meg János, meg a többiek, fölnézni a keresztre. Szembenézni azzal, hogy mibe került az üdvösségem, hogy esélyt kaptam az üdvözülésre, mert ez még nem befejezett tény. Bármelyikünk hajlandó lenne, ha biztos lehetne abban, hogy megmenti a gyereke életét, az életét is odadobja. Na de Jézus csak az esélyért halt meg. És még hányan kárhoznak el ezután? Vagyis miattuk az ő szempontjukból hiába halt meg. Nem menthette meg őket. Még maga az Isten sem. És fölnézni, és belegondolni abba, hogy minden egyes halálos bűnömért ezt a kivégzést érdemelném, akkor hányszoros halált kéne halnom? És ezt veszi el. Megszabadít ettől. Akkor még nyavajogni van bőr a képünkön, hogy fáj, meg szenvedek, ne vicceljünk. Persze, amikor rajtunk van a kín, az leteríthet. Csak ne legyünk gőgösek, ilyen kájdalmat még soha senki nem élt át, senki nem érthet meg engem, hazudik. Kéjeleg a gőgben, hogy ő nála nagy, nincs ilyen. Tessék Jézusra tekinteni, és ez a nagypéntek iszonyatos. Ezért van a kereszt előtti hódolat. És megölték. És ott a szombat, amikor az egyház temetői csöndbe burkolózik, nincs imádkozás. Nincs liturgia, semmi. Gyászolunk. Meghalt az első szülött. A legidősebb testvérünk a sírban fekszik.
és semmi rosszat nem tett. Ártatlanul végezték ki, nekem kellene ott lennem. És nehogy valaki merje azt a nagyképűséget magának venni, vagy azt a próbálkozást elkezdje, hogy ó, zsidók kivégezték meg a rómaiak. Nem, én öltem meg. Én vertem bele a szöget a kezébe. Én szúrtam át az oldalát, mert a bűneim miatt kellett így meghalnia. Én okoztam. Ne távolítsuk el magunktól, ez személyes esemény. Kicsit furcsa, én bevallom őszintén, nem nagyon szeretem, jön a szombati vigília. Ennek valójában olyan éjfél körül kéne kezdődnie. A régi egyházban úgy kezdték, hogy a vigília az nem volt más, mint virrasztás, és csak utána vasárnap hajnalban kezdődött a húsvéti föltámadás. Ma ez előre csúszik délutánra. Kicsit furcsa, de valahol érthető. Ha belegondolunk abba, hogy például János apostol, amikor írja az evangéliumot, többször beszúr a szövegbe ilyen megjegyzéseket, hogy Jézus ezt a Szentlélekről mondta, egyszerűen nem győzi kivárni, hogy az olvasó elérjen az evangélium végére, és megértse, hogy mikor, hol, mit mondott. Ugyanez a sürgetés, ez a türelmetlenség van ebben a szombat délutánban, estében, hogy mikor támad már föl? Jöjjön már, nem győzöm kivárni. Nagyon-nagyon szükségem van rá. Ebbe a feltámadásba végre bele akarom vetni magam. El akarok merülni. És ez mind a Szentlélek műve. A szeretet és az erősség lelkéjé. Próbáljunk meg, én is megpróbálom, nem ígérek semmit, próbáljunk meg ez alatt a bő egy hét alatt, majd a virágvasárnaptól a feltámadásig, naponta az evangéliummal tessék elolvasni az arra szóló részeket. Lukács, Márk meg a többit, főleg Jánost. Például a csütörtöki virrasztáson a főpapi imát. Egy órát nem tudunk vele lenni. Lenyűgöző mélységű szövegek vannak benne. És így fölkészülni és fölszítani magunkban az Isten iránti szeretetet, és ebben együtt az emberek irántit is. Ha így végigkísérjük a liturgiában ezeket a csodálatos pillanatokat, akkor valóban föltárul majd előttünk Isten szeretete, az igazi szeretet, amitől nekünk mindig tanulnunk kellene, azok a mélységes titkok, az a hihetetlen gazdagság, lenyűgöző erő, elevenség, ami benne van a Szent Misében, mert ez minden misében benne van. És akkor valóban mi is gazdagok leszünk, szentek, isteniek, és végül eljutunk arra a szintre, ahol már a szeretethez leszünk hasonlatosak, magunk is szeretetté válunk, és Isten lesz minden mindenben. Amen.